Jó napot kívánok, egy kis süteményes téma, már igaz, nem mai sütemény, meg azt hiszem tegnapi, vagy tegnap előtt készül, de egy napig állt a hűtőben, úgyhogy még most van fogyasztás alatt barackos mascarpone és tortát készítettünk, gyümölcs tortát, barack van benne, mascarpone, krém túró, piskóta alapon, és akkor rengeteg őszi barack van bele kockázva, ez gondolom látszódik faszántosan. Hát az annyira nem sikerült a zselatinozásra, de pontosan nekünk ez megfelel. Sajnos egy kicsit nem akart dermedni rendesen időben, és kicsit mellé folyogatott. De ennek ellenére nagyon finom lett a sütemény. Ezt a barackos, túrós süteményt megtaláljátok a módja. Az interneten, YouTube-on kerestem én is valamilyen izébe. Hát elég sok anyag igénye van, mert ez 6 tojásból piskóta, meg fél kiló túró, egy doboz, vagy két doboz mascarpone-t ír, két 25 dekásat. Én egyet tettem, és így is tökéletes. Meg még tettem be egy kis pohár joghurtot a krémébe. Cukor, vanília cukor, semmi extra, de nagyon. Ja igen, mert tejszínhab kell bele, ilyen felverős. Ugye tudjátok, ez a hűtős tejszínhab. Az jelen esetben nekünk ez a Megle márkájú volt. De van hulala, meg mindenféle bizárbazár. Persze nyilván ezt nem is egyedül csináltam, hanem a párommal csináltuk Melindával ketten. Na. Ennyit szerettem volna. Fogadjátok szeretettel, ahogy szó ki szoktam mondani. Sziasztok!